Könyveink megvásárolhatók az itvbáruház.hu oldalon. Támogathatsz minket Patreonon és YouTube-on. Köszönjük! Üdvözlök mindenkit! Ebben a sorozatban a 2022-ben az országgyűlésbe jutásra esélyes politikai pártokat mutatom be alapítási sorrendben. A Fidesz, MSZP, Jobbik, LMP, DK, Kutyapárt, Momentum és a Mi Hazánk lesz terítéken. Ebben a részben az LMP-ről fogok beszélni, illetve a Párbeszédről is egy kicsit, melyek háttértörténetével kezdünk, majd megvizsgáljuk, mely ideológiákhoz állnak közelebb. És tudom, hogy sokan nem értik, miért hagyom ki a Párbeszédet, miért nem kap külön videót, de akkor gyorsan elmondom. Ugyanazért, amiért a KDNP-t is kihagytam. Nem látom értelmét olyan kispártoknak az ideológiáját bemutatni, amelyek egy-két apróságot leszámítva pontosan ugyanazt vallják, mint a nagyobb szövetséges pártjuk, vagy ugyanazt, amely pártból kiváltak. A Párbeszéd pedig az LMP része volt, ideológiailag jelentéktelen különbségek vannak a kettő között, főleg most, ezért ám bár kitérek a Párbeszédre ebben a videóban, de külön videót nem szeretnék szállni neki. Köszi a megértést! Az LMP története. Az LMP részben egy Védegylet nevű ökologista szervezetből indult, melynek egy csoportja, illetve más zöld szervezetek tagjai 2009. február 14-én létrehozták a Lehet más a politikai pártot, majd úgy döntöttek, hogy indulnak a 2009-es Európa parlamenti és a 2010-es országgyűlési választáson is azért, mert Magyarországon egy politikai űr tátongott a zöld oldalon, amit igyekeztek betölteni. Ám mivel friss párt volt, nem láttak sok esélyt arra, hogy képesek lesznek képviselőt bejuttatni, ezért összeálltak a baloldali humanista párttal, de legnagyobb sajnálatukra még így sem sikerült bejutniuk, így innentől kezdve kizárólag a 2010-es országgyűlési választásra készültek. 2010-ben, még a választások előtt csatlakoztak az Európai Zöld Párthoz, viszont a humanista párttal megszűnt a szövetségük. Ebben az időben az LMP-ben konzervatív-liberális, szociál-liberális és centrista-liberális elvek uralkodtak, de nem volt nehéz előrelátni azt, hogy az ideológiai sokféleség előbb-utóbb szakadást fog eredményezni. Nem sokkal később az országgyűlési választáson 16 mandátumot szereztek, azaz 4,14%-át az akkor még 386 fős parlamentnek. Az országgyűlési jelenlétüknek köszönhetően az LMP népszerűsége lassan, de biztosan nőtt, ráadásul tagságának száma is éveken belül megduplázódott. Érdekesség, hogy az LMP-ben két elnök volt, egy férfi és egy nő, Siffer András és Szél Bernadett. Viszont szintén fontos szereplő volt az akkor még LMP-s Szabó Tímea és Karácsony Gergely is. Ők azért fontosak a történetben, mert a pártszakadásban jelentős szerepük volt. Az LMP egysége ugyanis addig tartott, amíg a volt MSZP-s miniszterelnök Bajnai Gordon elő nem állt a szociál-liberális együtt mozgalmával, és fel nem kérte az LMP-t egy szövetségre 2012-ben. Az LMP szintén szociál-liberális tagjainak egy része, így Karácsony Gergely és Szabó Tímea is, a Bajnaihoz való csatlakozás mellett döntött, míg a centrista Siffer András és Szél Bernadett, illetve a tagság többi része ezt nem támogatta. Tehát a párt tagsága nem tudott egységes álláspontot képviselni abban, hogy milyen irányt vegyenek. Bajnaival tartsanak? Vagy járják tovább az elitellenes, független centrista utat? Ez volt a kérdés. És akik Bajnaival tartottak, tehát Karácsony Gergely és Szabó Tímea, illetve az őket támogató tagok, megalapították a Párbeszéd Magyarországért nevű szociál-liberális és ökologista pártot, majd csatlakoztak a Bajnai féle Együtthöz. Így jött létre a 2014-es választáson ismert Együtt PM szövetség. A szakadás miatt innentől kezdve az LMP csak 7 mandátumot birtokolt, ezért újjá kellett szervezniük a frakciójukat. Ráadásul az LMP 2014-ben még hitelesen képviselte a centrumot, mivel nem csatlakozott a baloldali pártok összefogásához sem, akiknek egyébként nem sikerült győzedelmeskedniük, és az LMP-vel sem sikerült volna. Az LMP immáron a szociálliberálisok egy része nélkül a Schifferi centrista irányt követte egészen 2016-ig. Ekkor már a Vona Gábor által a centrumba igyekvő Jobbikkal is jó kapcsolatot ápolt az LMP, Siffer Andrásnak hála. Ez a közeledés
sem a Jobbik radikálisabb tagjainak, sem az LMP alapvetően Jobbik ellenes tagjainak nem tetszett. Ez főként Schifferről és Vonáról szólt, és mindkét párt tagságának többsége húzta a száját, és lenyelte a BK-t egészen 2016-ig, amikor Schiffer András úgy döntött, inkább háttérbe vonul, így tehát lemondott az LMP-ben a társelnöki pozíciójáról is. A centrista irányt pedig ezzel az LMP feladta és a baloldal mellé állt. Schiffer távozása után az ex-fideszes Hatházi Ákost és Szél Bernadettet választották társelnöknek az LMP tisztóító kongresszusán. Ez viszont hiába történt meg, mivel ekkor már sokan úgy gondolták, hogy Schiffer nélkül nincs LMP. Így mikor visszavonult, a párt tagsága is nagyon lecsökkent, és ezzel együtt a népszerűsége is. Bár 2018-ban sikerült összeszedniük magukat egy kicsit, és a 2010-es mandátum arányukat majdnem visszahozták, ugyanakkor a választások után belső konfliktusok alakultak ki, és Hatházi Ákos kilépett, majd nem sokkal később Szél Bernadett is követte őt sok más taggal együtt. Ezzel az LMP térdre ereszkedett, és jelentős népszerűséget veszített. Ma a baloldali Smuk Erzsébet és Kanász Nagy Máté irányítják a pártot, illetve csatlakoztak 2020-ban az ellenzéki összefogáshoz is, amely egyértelművé tette végérvényesen, hogy az LMP már nem centrista. Mindeközben régi párttársaik a Párbeszéd Magyarországért névről egyszerűen csak Párbeszédre váltottak, ráadásul tovább vitték az LMP társelnöki hagyományát, így mai napig Karácsony Gergely és Szabó Tímea vezetik a szervezetet, Karácsonyt pedig az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltjeként 2019-ben Budapest főpolgármesterévé választották, jelenleg pedig a Párbeszéd az LMP-vel együtt a Márki-Zay Péter vezette ellenzéki összefogás részét képezi. A párt ideológiája. Most pedig meg fogjuk vizsgálni az LMP-t kulturális, ideológiai és gazdasági tengelyen, illetve megnézzük, hogy a párt manapság milyen ideológiát képvisel, illetve az elvi önmeghatározásuk hasonlít-e ahhoz, amit a gyakorlatban képviselnek. Nem mellesleg kitérek egy picit majd a Párbeszédre is. Kiemelt zöld politika. Az LMP a Jobbikhoz hasonlóan a fenntartható ökogazdálkodás híve, be akarják vezetni a zöld tömegközlekedést, le akarják állítani a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását, és a kerékpárutak kiépítését helyeznék a fókuszba. 2030-ra pedig betiltanák a tisztán benzin- és dízelüzemű autókat. Elmondásuk szerint Paks 2 helyett teljes egészében a megújuló energiára kellene koncentrálni, és gyakran kritizálják a Fideszt, hogy a klímavédelmi lépéseik csak látszólagosak. Az LMP állítja, hogy ők egy valódi klímavédelemmel mentenék meg a jövő nemzedékeit, és radikálisan csökkenteni fogják a légszennyezést. Emellett sokkal radikálisabb állatvédelmi törvényeket alkotnának, mint a jelenlegiek, ugyanakkor az ellenoldal gyakran azzal érvel, hogy az LMP a zöld politikáját tekintve demagóg és irreális a programjuk. Szabad elvűség. A párt maximálisan elkötelezett, liberális és szabadelvű gondolkodókból áll, így az emberi jogok és a jogállamiság tisztelete is prioritást élvez. Maximálisan kiállnak a véleményszabadság és a demokrácia mellett, és ha ez nincs meg, akkor a vezetés már autoriter és diktatórikus szerintük. Úgy vélik, hogy a szabadsághoz fontos az autonómia is, így a lehető legnagyobb önrendelkezést adnának Magyarország településeinek, tehát a centralizáció ellen vannak. Úgy gondolják, akkor lehet az ország szabad, ha az önkormányzatai is szabadok. Az LMP szerint a választójogot is szélesíteni kellene, mivel elmondásuk szerint manapság a fiatalok sokkal jobban tájékozódnak a politikáról, mint régen, az internetnek köszönhetően, éppen ezért jó ötlet 16 éves korra levinni a választójogi alsó korhatárt. Progresszió és feminizmus. Az LMP támogatja a haladás tanát, a progressziót, és ez megnyilvánul a progresszív szervezetek támogatásában is, vagy akár abban, hogy kibővítenék a család fogalmát, a család az családi jelszó szerint. Ahogyan ők mondják, minden család egyenlő. Emellett vallják, hogy a férfi és a nő is teljesen egyenlő, így teljes egyenlőséget kell teremteni, nem elég az, ami most van. Például szeretnék,
ha a férfiak és a nők ugyanannyi munkabért kapnának, és azt is, hogy a családon belül egyenlő legyen a munkamegosztás a férfi és a nő között. Ráadásul komolyabban fellépnének a nők elleni erőszakkal, zaklatásokkal szemben is. EU pártiság. Az LMP szerint az Európai Uniós tagság nagyon fontos Magyarország számára, és a Brüsszel elleni hadjárat helyett a velük való szoros együttműködésre kell törekedni. Szerintük a globalizáció egy helyes dolog, és meg kell értetni az emberekkel, hogy Magyarország számára végső soron pozitív lesz, hiszen csak a globalizáció tudja létrehozni az ökogazdaságot és a békét. Az ellenoldal véleménye ezzel kapcsolatban az, hogy az LMP a magyar polgárok helyett az EU-t akarja kiszolgálni. Mérsékelt nemzetpolitika. Az LMP meggyőződése, hogy a határon túli magyaroknak sokkal nagyobb segítséget kellene adni, mint amit jelenleg kapnak. Szerintük ugyanis a kormány sokszor csak látszatintézkedéseket tesz, hogy ezzel szavazókat szerezzen. Elmondásuk szerint az első lépés az lenne, hogy sokkal szorosabbra fűzzék a viszonyt a külhoni magyar szervezetekkel és pártokkal, majd a másik legfontosabb, hogy támogatni kellene minden határon túli magyar helyi kezdeményezését és önrendelkezési jogait. Szerintük ugyanis fontos a magyar kultúra és a nyelv megmaradása. Elmondásuk szerint ez azért fontos, mert mindenkinek a szülőhelyén kell boldogulnia, hiszen az embernek ehhez joga van. A legnagyobb kritika ezzel szemben az, hogy az LMP nem biztos, hogy ugyanezt gondolja az arab kultúrából érkező gazdasági bevándorlókkal kapcsolatban is. Szociális és protekcionista piacgazdaság. Ahogy eddig a legtöbb magyar párt, az LMP is a piacgazdaság pártján áll, számos megkötéssel, korlátozással és szociális intézkedéssel, ami egy vegyes gazdaságot eredményez. Jó néhány baloldali gazdaságra jellemző elvet is vallanak, például az MSZP-hez hasonlóan, ők is több kulcsos adórendszert akarnak bevezetni azért, hogy a gazdagabbak több SZIA-t fizessének, a szegényebbek pedig kevesebbet. Ráadásul, ahogy tulajdonképpen minden párt, ők is a kis- és középvállalkozásokat szeretnék támogatni a multik helyett. Sőt, a minimálbér emelésből sem szeretnének kimaradni, ami egy klasszikus baloldali program, hiszen a klasszikus piacpártiak szerint a piacnak kell alkotnia a béreket, nem pedig az államnak. Az LMP szerint a Fidesz az elmúlt évtizedekben semmit sem tett az egészségügy és az oktatás fejlesztéséért, márpedig az volna a legelső lépés, ami az életszínvonal emelkedéséhez vezet. Olyan rendszert szeretnének kidolgozni, amelyben az emberek nem a drága magánegészségügybe kényszerülnek bele. Emellett a párt üdvözli a családtámogatásokat, és kiterjesztené már a fiatal egyetemistákra is, sőt, új albérlet törvényt alkotnának, és bérlakás programot indítanának azért, hogy minden fiatal lakáshoz juthasson. A felsőoktatást pedig ingyenessé tennék. Az LMP pontosan úgy, ahogy a Jobbik, vagy a Mi Hazánk is, gazdaságilag a multinacionális nagyvállalatok ellen szeretne fellépni, mert úgy gondolják, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények kiszolgáltatottá teszik az államokat és az állampolgárokat is a multik javára. Szeretnék megóvni a kis- és középvállalkozókat a nagyvállalati lobbitól, így tehát protekcionista gazdaságpolitikát folytatnak. Konklúzió. Mielőtt tovább mennénk, szeretném kiemelni, hogy nagyon nehéz volt az LMP-ről összegyűjteni információkat, ugyanis a többi párttal ellentétben jóformán semmilyen dokumentumot nem tárolnak a weboldalukon. Egyedül a Zöld Garancia névre hallgató programjukat találtam meg. Ha valakinek nem lenne tiszta, én ezeket a videókat a pártok által feltöltött dokumentumokból állítom össze. Kifejezetten csak azt nézem, amit a párt saját magáról állít. Ez esetben kevés információm volt. Nos, lássuk az eredményt. Úgy gondolom, hogy az összegyűjtött információim alapján az LMP egy teljesen átlagos, újbaloldali, szocialliberális és ökologista párt. Gazdaságilag pedig nem teljesen piacpárti, tehát nem teljesen liberális, mert egyes tekintetben egyértelműen a beavatkozás pártján áll. Valamikor még azt mondtam volna az LMP-re, hogy valóban centrista,
és láttam különbséget a Párbeszéd és közte, talán a Schifferi időkben, de az utóbbi években egyértelműen baloldali politikát folytat, és a Párbeszédhez képest nem találtam egetrengető különbségeket. Talán annyit tudnék hozzátenni, hogy a Párbeszéd liberálisabb gazdaságilag, mint az LMP. És láthatjátok, jó fej voltam, ide raktam a Párbeszédnek is a kis ábráját, és még össze is hasonlítottam az LMP-vel. Egyébként kövezzetek meg, de manapság nem igazán tudok különbséget tenni azok között, akik szociálliberálisnak vagy szociáldemokratának vallják magukat, mintha teljesen összemosódtak volna ezek a fogalmak. Úgy gondolom, hogy egy szocdem gazdaságilag baloldalibbnak kell, hogy legyen, mint egy szoclibnek, és nagyjából ennyi a különbség. De régebben azért sokkal több különbség volt a kettő között. Nos, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem tudtam segíteni abban, hogy úgy döntsetek a 2022-es választáson, amit majd később nem bántok meg. Ha tetszik, amit csinálunk, értékeljétek a videót és iratkozzatok fel, illetve vegyetek könyvet is. Sziasztok! Ha tetszenek a videóink és havi szinten szeretnéd támogatni a munkánkat, akkor azt Patreonon keresztül megteheted, cserébe különböző gesztusokkal ajándékozunk meg. Ha pedig csak egyszeri alkalommal támogatnál minket, akkor azt az itwebaruház.hu oldalon tudod megtenni a különböző írásaink és könyveink megvásárlásával. További infók a videó leírásában. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!